Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi fontos most számodra? Mit kell tudnod? Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit üzennek a kártyák, megnézzük, hogy mit üzen ez a drága kő lápis lazuli. Ez a drága kő a királyoknak a köve, vagy a kövek királynője, királya, de hát nagyon fontos szerepet játszott, sőt a múltban is. Kleopátra úgy gondolta, hogy a lápis lazurinál megvan ez az isteni beavatkozás, ez a mágikus hatalom, és megvan ennél a kőnél ez a kisugárzás. Sőt, Napóleon magával hordta ezt a követ, ezt a lápis lazurit. Lápis lazuri erősít bennünket, erősíti a hitünket. Van egy gyógyító hatása is, különösen amikor idegrendszeri betegségekről van szó. Megváltoztatja az energia mezőnket egy jó irányba. Azon kívül, ha fájdalmak vannak, mint például fejfájás, vagy vannak ilyen görcsös betegségek, amit lápis lazuli még jelent, ez a harmónia, a szerelem, a szeretet, a barátságok. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt láthatóak a kelyhek, és utalnak érzelmekre. Itt a múltról van szó, a jelenről és a jövőről. A múltban voltak fájdalmas emlékek, de te most eltekintesz ettől. Itt most nincs még mozgás, nálad sem, nála sem, hanem megvan ez a visszahúzódás, befele tekintetek, elgondolkoztok azon, hogyan tovább, de azért van egy jövő, és ebbe az irányba tekint ez a hölgy, itt még mindig megvannak az érzelmek, hiszen a kelyhekről van szó, rólad és róla lesz találkozás, lesz egy új kezdet. Itt a halálnak egy szimbolikus jelentése van, hiszen lezár valamit, bizonyos kapcsolatokat, emlékeket, lezárja a múltat. Miután ez megtörtént, lesz itt egy új kezdet, új lépések. Kicsit bizonytalanság, hiszen, mint ahogy a képen látjuk, ez a férfi nem tudja, hogy mi történik abban az esetben, ha egy lépést előre tesz. Még mindig ott van a talaj, a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Tehát nincs még konkrét elképzelés, de megvan a hit, megvan a bizalom, hiszen itt a csillagokat figyelitek, és ez a kő, ez összefüggésben áll az égi hatalommal. Tehát itt lesz egy új energiamező, egy új irány, itt van a szerencse, és minden úgy történik, ahogy megvan írva a csillagképekben, de ehhez kell a bizalom, kell a hited. Itt lesz egy találkozás. Itt újra a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről, de még vannak korlátozások. És szerintem ez a korlátozás kívülről jön, mert valaki fogva tartja őt, vagy téged, vagy beleavatkozik a dolgokba, de mégis látható, hogy itt lesz egy közös jövő, ugyanúgy, mint ahogy itt ezen a képen szintén ez látható, de kell még egy kis idő, amíg ő rendezi a dolgokat, átteszi magát a félelmeken, a bizonytalanságokon, vagy lezár egy bizonyos helyzetet, vagy kapcsolatot. Ez lehet a munkahely is, tehát nem biztos, hogy itt más nőről van szó, de miután megváltozott a helyzet, akkor itt lesz előrelépés. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!